A világ tele van adatokkal. Minden alkalmazás, amit használsz, adatokkal van tele. A Khan academy is tárolunk adatokat a felhasználókról, jelvényeikről, haladásukról. A Facebookon arról tárolnak adatokat, hogy ki vagy, kik a barátaid, és miket tesztek közzé. A Bank of America arról tárol adatokat, hogy mennyi pénzed van, és ez melyik bankszámlán van. Hogyan tárolják ezek az alkalmazások az adatokat? Adatbázist használnak, amely olyan program, melynek segítségével adatokat tárolhatunk, és melyel hozzáadhatunk, módosíthatunk és lekérdezhetünk adatokat, mindezt pillanatok alatt. Adatbázisok sokféle formátumban léteznek, de legelterjedtebb típusuk a relációs adatbázis. Ez a típus minden adatot táblában tárol, mintha táblázatkezelőben tárolnánk az adatokat. Minden sor egy elemet, az oszlopok pedig az elemek egy-egy tulajdonságát jelölik. Például ahhoz, hogy tároljuk a Khan Academy felhasználók adatait, egy felhasználók táblát használunk, aminek minden sora egy felhasználó, az oszlopok pedig tulajdonságok, mint a becenevük és ahol élnek. A relációs adatbázisok különösen leegyszerűsítik a táblák közti kapcsolatok kialakítását. Például ahhoz, hogy a Khan Academy felhasználóit és jelvényeit tároljuk, lehet egy felhasználók táblánk, egy jelvények táblánk és egy felhasználó jelvényei táblánk, amiben eltároljuk, hogy mely felhasználó mely jelvényt szerezte meg, úgy, hogy összekapcsoljuk a felhasználó azonosítókat és a jelvény azonosítókat. Ez hatékonyabb tárolási mód annál, mintha mindent megismételnénk a felhasználóról és jelvényeiről a felhasználó jelvényei táblában. A legtöbb adatbázisnak van egy lekérdező nyelve, melyel kezelhetjük az adatokat. Az SQL nyelvet teljes mértékben adatbázisok kezelésére tervezték, és ez mind közül a legnépszerűbb. Az SQL segítségével létrehozhatunk táblákat, megváltoztathatunk adatokat, kinyerhetünk számunkra érdekes adatokat, mint például, hogy melyik felhasználó csatlakozott múlt héten, vagy melyik felhasználó szerzett meg valamilyen jelvényt. Ezekről fogsz a következőkben tanulni, és itt a böngészőben ki is próbálhatod az SQL nyelv egy változatát, az SQL lite Itt még nem fogsz tudni teljes alkalmazást írni, de amikor befejezed az SQL tanulását, sokkal jobban fogod érteni, hogyan tárolják az általalt használt alkalmazások az adatokat, és képes leszel az SQL-t használni, amikor majd magad is alkalmazást készítesz.